A belföldi vendéglátás után egyre több felé kap zöld utat a nemzetközi turizmus, ha bizonyos korlátozásokkal is. A német kormány is napokon belül döntést ígér ez ügyben. A terv szerint június közepén indulhatna a nyári szezon, és egyelőre csak a kontinensen. Az Európai Unió összes tagállamába, illetve Svájcba, Liechtensteinbe, Norvégiába, Izlandra és az Egyesült Királyságba is szabad lenne az út a németeknek. Spikerok szigetén már megteltek a strandok. A szállodák csak kapacitásuk legfeljebb 60%-ával kalkulálhatnak. Csak szálló vendégek jöhetnek az országból, a kirándulókat még nem engedik be. Az egyik londoner azt mondja, hogy persze, hogy örülnek az újrakezdésnek, de azért aggódnak is, nehogy jöjjön egy újabb járványhullám. Éppen ezért nagyon kérik a vendégeket, hogy tartsák be az új szabályokat, hogy mindnyájan épségben kerüljenek ki ebből a krízisből. Nem csak Alsó-Szászország várja a nyaralókat, hanem már Mecklenburg-Előpomeránia, Brandenburg és a főváros Berlin is, de egyelőre csak belföldről.